kéményseprők a megyeházán. Az év első munkanapján jó szerencsét kívántak a kéményseprők a megyevezetőinek. Évértékelés vásárosnaményban számtalan fejlesztés és beruházás valósult meg 2018-ban, amelyek segítik a település fejlődését. Egyre több a mezőgépész, 5 év alatt duplájára emelkedett a szakmát tanulók száma. Három nemzetközi projekt és 2 választás, ezek az idei év legfontosabb feladatai Szabolcs-Szatmár Bereg megye számára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az év első munkanapján a kéményseprők kívántak szerencsés évet a megye vezetőinek. A köszöntésnek már sok éves hagyománya van a megyeházán. Nagyon sok boldog új évet kívánunk megyénk vezetőinek, abból a szokásból, hogy minden évben akárcsak a köztársasági elnök urat, mi is köszöntjük a helyi képviselőit és a megyevezetőit. Már sok éves hagyomány, hogy az év első munkanapján a kéményseprők köszöntik a megyevezetőit. A népi hiedelem szerint a kéményseprők már azzal is szerencsét hoznak, ha valaki csak látja őket. A babona abból az időből származik, amikor kezdett elterjedni a kéményseprés. Valamikor Olaszországba jöttek az első kéményseprők Magyarországra, és ahogy járták a településeket, jelentkeztek önként az adott önkormányzat, illetve akkor még település vezetőihez, és akkor felajánlották szolgáltatásaikat. Ahol ezt elfogadták, és seperték akkor még nyílt szabad kéményeket, sokkal kevesebb volt a tűz, vagy egyáltalán nem volt, mint ott, ahol nem alkalmaztak. Ezért elterjedt, hogy ahol van kéményseprő, az a település szerencsés. Az új év új feladatokat is jelent a megyei vezetők számára. Elsősorban 2019-ben befejeződnek a korábban elkezdett topos programok. Az év második felében a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusra készülnek fel. Valamint a Magyar Falu program is ebben az évben kezd kibontakozni, közölte Sesták Oszkár közgyűlési elnök. Szabolcs-Szatmár Bereg megye 3 nagy nemzetközi projekt megvalósítására is nyert forrást. Az egyik a magyar-román programon megvalósuló nagy 4 milliárdos fejlesztésünk, amely alapvetően műemléképületek felújítását jelenti döntően a magyarországi Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, kisebb részben Szatmár megyében. A másik egy hulladékgazdálkodási fejlesztés a Zenis program segítségével, amelynek legfontosabb fejlesztés, hogy Beregszász mellett egy szilárd lerakót építenénk. Ilyen módon jelentősen csökkentenénk a folyóink belső kerülő szilárd hulladék mennyiségét, illetve a harmadik pedig a Kölcsei TV-t érintő nagy fejlesztés, amelynek révén nem csak a Kölcsei TV épülete eszközei újulnak meg, hanem egy hírügynökségi hálózatot is kialakítunk. Idén önkormányzati és Európai Uniós választás is lesz Magyarországon. Ezek szintén érintik majd a megyét. Úgy gondolom, hogyha olyan évünk lesz, mint 2018-ban, akkor büszkék lehetünk magunkra. Nyilván nehéz év vár ránk, 2 választás is lesz, ami érinteni fogja természetesen a megye lakosságát is, de a kormányhivatal mindenben partner lesz. Szeretnénk újításokat végezni, több járási hivatalunk építése is folyamatban van, ezeket ebben az évben át tudjuk adni, és én úgy gondolom, hogy a szolgáltató közigazgatás alapjai leszünk. A kéményseprők természetesen nem csak a megyei és városi önkormányzatok képviselőinek hoznak szerencsét az év első munkanapján. A jelképes köszöntés és az újévi jó kívánság Szabolcs-Szatmár Bereg megye minden lakójának szól. Január 1-től minden sürgősségi osztályon működnie kell az úgynevezett triázs rendszernek, ami a szakemberek szerint kiszámíthatóbbá és gyorsabbá teheti a betegellátást, közölte az M1 hírcsatornával Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár. Az úgynevezett triázs rendszer részeként a nővérek alaposan kikérdezik a kórházakba érkező betegeket, majd az eredmények és a korábbi információk alapján sorolják be őket a különböző sürgősségi kategóriákba. A betegek papírján 1-től 5-ig terjedő skálán tüntetik fel, hogy mennyire sürgős az ellátásuk. Ha valaki 1-es besorolást kap, akkor azonnal el kell látni, ha 5-ös szerepel alapon, akkor a többi beteg állapotától függően akár több órára is elhalaszthatják a vizsgálatot. A sürgősségi osztályok ezért a betegek segítségét is kérik. Arra hívják fel a figyelmüket, hogy csak akkor forduljanak hozzájuk, ha olyan problémájuk van, amit a házi orvosnál vagy a körzeti szakrendelőben nem tudnak kezelni.
Stílusváltó turisztikai fejlesztések segítik Vásárosnaményt, a településen már átadtak egy lapátos pihenőhelyet, de egy több mint 160 millió forintos pályázati összegből újabb turisztikai beruházásra készülnek a Berek szívében. Oktatási intézmények felújítása, kerékpárutak építése és ipari terület kialakítása, ezek mind elindultak vagy befejeződtek a 2018-as évben. Vásárosnamény kitörési pontja a turisztika, a város üdülővezete, Gergely ugornya vonza a fürdőzőket és a vízisportok kedvelőit. A tiszaparti adottságot kihasználja a település, egy stílusváltást szeretnének elérni. Ennek érdekében már átadtak egy 70 millió forintos lapátos pihenőt, vásárolt az önkormányzat egy 10 személyes sárkányhajót, valamint több kajakot és kenut, de további tervei is vannak az önkormányzatnak. A munkaerő helyben tartása érdekében is pályázott a település. Elkezdtük az ipari területünk fejlesztését, ez soha nem volt ipari park, de egy olyan ipari terület, amely úttal, csapadékvizelvezetéssel és világítással nem rendelkezett, épp ezért erre pályáztunk, és 510 millió forintos forrás sikerült erre lehívnunk. Ezen beruházás jövőre indulhat majd el. Ugyanakkor, ha tovább haladunk, akkor a turisztikai fejlesztések nagyon fontosak voltak eddig is. Nyilván voltak olyan lapátos pihenőhelyes fejlesztéseink, amelyeket már lezártunk, de a topokra visszatérve jövőre elindulhat egy olyan megyei szintű turisztikai program, 1 milliárd 300 millió forintos nagyságrendben, amelyből 161 millió forinttal tudjuk a tiszapartunkat fejleszteni. Ezáltal közösségi tereket, játszótereket és olyan rendezett tiszapartot szeretnénk varázsolni Gergely-ugornyára, amely ide csábítja a vendégeket. A helyi fiatalok segítésére 180 millió forintos pályázatot nyert Vásárosnamény önkormányzata. Az esély otthon elnevezési programban országos szinten 11 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 66 települést támogat a kormányzat. Ebből az összegből különböző programokat tudnak megvalósítani, és lakásokat alakíthatnak ki az önkormányzatok. A program célja, hogy a vidéki Magyarország is népszerű legyen a fiatalok számára, legyen perspektíva az otthonmaradás. Vásárosnaményban például 16 fiatalt érint, hogy a Gólyafészek nevet viselő programnak köszönhetően 8 önkormányzati lakást használhatnak a fiatalok, ebből 3 felújított épület, 5 pedig idén épült. A program létjogosultságát az is jelzi, hogy egyre többen élnek a településen. Vásárosnamény lakosság száma évek óta nő, pár évvel ezelőtt 8300-an laktak a városban, ez hamar megnőtt 8500-ra, jelenleg pedig már a 9100 főt is meghaladja a Berek fővárosában élők száma. Vannak olyan projektjeink, amelyek már lezárultak, illetve lezárás közelében tartanak. Ilyen az óvodafejlesztéses programunk. Itt 2 csoportszobával, logopédiai szobával, tornaszobával, játszótérrel sikerült javítanunk a gyermekeink mindennapjain. Tudjuk azt, hogy a gyermek a jövőnk záloga, épp ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvodában a mindennapok során a gyermekeink boldogan tudjanak élni, és mindent megadjunk nekik. Egy másik ilyen terület, amire oda kell figyelni, ez a 2. szegregátum fejlesztése. Ezen program keretében szociális közösségi tér kialakítása, valamint szociális bérlakásoknak a felújítása szerepelt, illetve járda, útépítés és csapadékvízelvezetés. Ez a projekt is a lezárásához közeledik. Szinte már a műszaki átadás utáni percek és a hiánypótlások szakaszát, fázisát éljük, hiszen december 31-ével pedig lezárul a kerékpárút fejlesztésünk. Itt Vásárosnamény központi részét kötjük össze Kisvarsánnyal. Ezen projektnek nagyon fontos feladata az volt, hogy a városlakók mindennapjait megkönnyítsük azáltal, hogy kerékpárral tudnak beközlekedni a városközpontba, elérhetőek a hivatalok. A településen a vendégészakák száma közel 15 ezer, hétvégi napokon akár 5-6 ezer fiatal is megfordul a Tiszaparton a nyári időszakban. Vásárosnamény korábban már több díjat is nyert a Magyar Marketing Szövetségtől, díjazták a Zoár napi rendezvényüket, az adventi adománygyűjtésüket, de arculattervezés kategóriában is kitüntették a Berek szívét. A település az 5-ös kúria felújítására már többször pályázott, most azonban forrást nyertek az 1720-ban, 5-ös Miklós Vásárosnaményi báró által építtetett kúriára, amely jelenleg műemléki védelem alatt áll. 5 év alatt duplájára emelkedett a mezőgépész tanulók száma, bár még mindig jelentős szakemberhiány tapasztalható a területen, az Agrárminisztérium által indított képzéseknek és a versenyképes fizetésnek köszönhetően egyre több fiatal lát a szakmában lehetőséget. A képzésekben egyre több olyan diák is részt vesz, aki később mezőgazdasági gépészmérnöknek tanul tovább.
A mezőgazdaságban is folyamatos és egyre nagyobb problémát jelent a munkaerőhiány. Azonban a gazdálkodók nem csak kézi munkaerőből találnak kevesebb szakembert a piacon, hanem képzett mezőgazdasági gépszerelő után is két kézzel kapkodnak. Itt a megyében egymástól vadászok le ezeket a gépész embereket, és én úgy gondolom, hogy most olyan hiány szakma, keresett szakma, amivel akár 10 helyre is el tud egy gépész ember helyezkedni. Alig várjuk, hogy valaki valakit elengedjen, mert 10 meg rácsapunk, hogy elcsábítjuk, úgyhogy ez megy most itt a megyébe, de talán országos szinten is. A szakember hiány pótlására az Agrárminisztérium a mezőgazdasági eszköz és gépforgalmazók országos szövetségével közösen 2016-ban indították útjára a Legyél te is mezőgépész kampányt. Az átfogó képzési és karrierprogram eredményeként az elmúlt 5 évben a duplájára emelkedett a mezőgépésznek jelentkező diákok száma. Az idei tanévben az Agrárminisztérium szakképző iskolai hálózatában összesen 6311 mezőgépész diák tanul. Még nagyobb súllyal kellene jelentkezni, főleg azoknak, akik ezeket a gépeket majd karban tartják, illetve üzemeltetik, ugyanis ezek a korszerű gépek már olyan informatikai felszereltséggel rendelkeznek, hogy nem lehet csak egy átlag tudással ezeket a gépeket kezelni, úgyhogy én nagyon örülök, és szinte csak ez menteti meg a mezőgazdaságot, ha a fiatalokat erre irányítjuk a figyelmüket, és egyre több emberre megszerettessük ezt a szakmát. Rácz Imre azt is elmondta, örvendetes, hogy egyre többen tanulnak tovább mezőgépészmérnököknek, azonban fontosnak tartja, hogy a kikerülő szakemberek olyan tudást szerezzenek, hogy megértsék egy gép működését, és az elejétől a végéig el tudjanak végezni egy munkafolyamatot. Január 1-től általánosan 20%-kal emelkedik a népegészségügyi termékadó az egészségi kockázatot jelentő ételek és italok esetében. Emellett az adóköteles italok körébe tartoznak új évtől a gyümölcspárlat, a pálinka és a gyógynövényes italok is, közölte a pénzügyminisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint január 1-től nő az üdítőital, a szörp, a taurint tartalmazó és nem tartalmazó energiaital, a cukrozott kakaópor, az előre csomagolt cukrozott készítmény, a sós snack, az ételízesítő, az ízesített sör, az alkoholos frissítő és a gyümölcsíz adómértéke. A népegészségügyi termékadó, vagyis a NETA egyik célja az egészségi kockázatot jelentő termékek körének szűkítése, fogyasztások és előállítások visszaszorítása és az élelmiszerpiac kínálatának kedvező irányba mozdítása. Az egészségi kockázatot jelentő termékek forgalmazásából származó bevétel egy részét pedig egészségügyi, népegészségügyi célokra fordítják, tette hozzá a pénzügyminisztérium. Az NB1 keleti csoportjának második helyén zárta az őszi szezont a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK hátránya 2 pont a listavezető Egerrel szemben. A cél továbbra is a visszajutás a Szuperligába. Az elmúlt szezon végén 5 év után búcsúzott a legmagasabb osztálytól a Nyíregyházi Teke Klub együttese. A csapat együtt maradt, sőt Fehér Béla személyében egy klasszis játékos érkezett Szegedről. Célként az azonnali visszajutást tűzték ki a klub vezetői, bár tudták, hogy az NB1 keleti csoportjában is erős riválisokkal kell majd megküzdeniük a nyíregyháziaknak. Nehéz volt, bár személy szerint nagyon sok játékost ismertünk az NB1-es körökből, ugyanis a keleti régióról beszélünk, a Dunán innen, tehát nagyon sok versenyen találkoztunk már korábbi években ezekkel a játékosokkal, illetve korábban játszottunk ugyanúgy az NB1-es bajnokságokban egymás ellen. Azonban úgy gondolom, hogy eléggé tisztelték a Nyíregyházi Teke Klubot, főleg úgy, hogy egy nívós névvel, a Fehér Bélával kiegészültünk, és egy kicsit tartottak tőlünk, és végülis ezt a vizet meglovagolva sikerült jó néhány meccset behúzni, és hozzáteszem, hogy azért az önbizalmunk is már egész pozitív irányba állt a előtte lévő szuperligás kudarcok után. Azonban jött egy olyan vereség hullám, mondhatjuk azt, ami egy kicsit úgy megnehezítette a csapat sorsát, hozzájárult az is, hogy abban a pillanatban például a Fehér Béla csípő problémával küzdött, és meghúzódott több mérkőzés is, azt lehet mondani, hogy nehezére esett, és volt, amit ki is kellett hagynia. Az NTK több mérkőzése is szoros végjátékban dőlt el, és nem mindig fintáik számára alakult jól a találkozó hajrája. A rivális BKV otthonában
csupán egy csapatponton múlott a pontszerzésünk, aztán következő ilyen mérkőzés volt Cegléden, ahol csupán 9 fával kaptunk ki idegenben, majd utána jött egy másik vereség, ami Szegvárhoz utaztunk, ami egy elhalasztott mérkőzés volt az első fordulóból, és ott is vesztesen hagytuk el a pályát, bár ott több játékosunk nem tudott elutazni, Bélával együttetően szintén. Majd jött egy olyan hazai mérkőzés, Zsinórban azt lehet mondani a negyedik, amikor Gödörbe kerültünk, és ráadásul pont a élmezőnyhöz tartozó első helyezett Vilati Eger látogatott Nyíregyházára, és egy nem várt hazai vereség történt. Hozzáteszem, hogy közel 20 fás vereség volt, de itt is több sérült játékosunk vállalta a játékot. Finta Zoltán szerint maradtak még tartalékok a csapatban, tavasszal jobb teljesítményre lehetnek képesek a játékosok. Én úgy gondolom, hogy közel 100 fa hazai pályán benne maradt eddig a Nyíregyházi Tekke klub játékosaiban. Kicsit gyengébb teljesítményeket nyújtottunk, most nem azt mondom, hogy bődületesen gyengébbek, de ezek a 15-20 fás lehetőségek, amiket elszalasztottunk, vagy korábbi években sikerült mindig megvalósítanunk, ezek hiányoznak most egy kicsit a csapatból, de bízunk benne, hogy a januárban hazai pályán fogunk egyből kezdeni, majd hozzánk látogat a Szegvár csapata, és bízunk benne, hogy onnantól kezdve megindul a hajó, mindenki egészséges lesz, és kettős elszántsággal mindenki úgy készül, hogy szeretnénk igenis visszajutni a Szuperligába. Január második hétvégén 6 nyíregyházi játékos Szegeden a hagyományos világranglista versenyen lép dobóállásba, majd egy héttel később a Szegvár elleni hazai mérkőzéssel rajtol a tavaszi szezon fintáig számára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Az új év új feladatokat is jelent a megyei vezetők számára. Ehhez kívántak szerencsét a kéményseprők a megyeházán. Elsősorban 2019-ben befejeződnek a korábban elkezdett topos programok. Az év második felében a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusra készülnek fel, valamint a Magyar Falu program is ebben az évben kezd kibontakozni, közölte Sesták Oszkár közgyűlési elnök. Stílusváltó turisztikai fejlesztések segítik Vásáros Naményt. A településen már átadtak egy lapátos pihenőhelyet, de egy több mint 160 millió forintos pályázati összegből újabb turisztikai beruházásra készülnek a Berek szívében. Oktatási intézmények felújításai, kerékpárutak építése és ipari terület kialakítása. Ezek mind elindultak vagy befejeződtek a 2018-as évben. 5 év alatt duplájára emelkedett a mezőgépész tanulók száma. Bár még mindig jelentős szakemberhiány tapasztalható a területen, az Agrárminisztérium által indított képzéseknek és a versenyképes fizetésnek köszönhetően egyre több fiatal lát a szakmában lehetőséget. A képzésekben egyre több olyan diák is részt vesz, aki később mezőgazdasági gépészmérnöknek tanul tovább. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, január 2-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb havazással. Csütörtök estig a Kárpát-medence fölé észak felől több hullámban egyre hidegebb, változó nedvesség tartalmú levegő áramlik. Az előttünk álló éjszaka felhő átvonulások várhatók, hózápor előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhő átvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel, hózápor is előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Pénteken gyengén és erősen felhős időszakok váltakoznak, napközben csupán helyenként fordulhat elő hózápor. Estétől egyre több felé havazás kezdődik, és a jobbára borult égből szombaton is több helyütt havazhat, akkor főleg a nyugati ország részben havas eső is várható. Vasárnap, illetve a jövő hét első felében közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan alakul ki hózápor, kisebb havazás.
A következő napokban is gyakran erős, helyenként viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, amely néhol hófúvást is okozhat. A kifejezetten csípős éjszakákat hazánk nagy részén fagyos nappalok követik.